Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Somogyi néptáncosok váltották egymást az Agora színpadán szombaton délután. A nagymúltú gálaműsoron 16 csoport lépett fel. A Ripronai Múzeum restaurátora kapta idén az intézmény Promúzeó díját. Horváth Péter majdnem 40 éve foglalkozik leletmentéssel. Hetek óta a közelgő farsangra készül Kaposvár. A hétvégén az Együd Árpád Kulturális Központban szerveztek télűző kézműves foglalkozást. Jó estét kívánok! Ma délelőtt a Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett felvonták Kaposvár lobogóját. Ezzel vette kezdetét a Városnapja alkalmából megszervezett programsorozat. Mint ismeretes, első Ferenc József 151 esztendővel ezelőtt, január 23-án nyilvánította a Somogyi Vármegyeszékhelyt rendezett tanácsúvárossá. Adásunkkal egy időben, ezekben a percekben ért véget a Csiky Gergely Színházban az ünnepi közgyűlés és az azt követő gálaműsor. Internetes oldalunkon a kapos.hu-n már azt is olvasható, ki lett Kaposvár legújabb díszpolgára, és kik kapták meg városunk legrangosabb elismeréseit. Hamarosan elindul a zöld és élelmiszer hulladék házhoz menő begyűjtése is Kaposváron. Erről és a használt sütőolajbegyűjtés részleteiről tájékoztatták a közös képviselőket tegnap a Kaposvári Hulladékkezelő Központban. A fórumon elhangzott az új kezdeményezés legfőbb célja, hogy a társasházi lakásokban élőknek is biztosítsák a minél környezettudatosabb hulladékgyűjtés lehetőségét. A most bemutatott barna kukák tartalmából a biogázüzemben energiát állítanak majd elő. Ez csak társasházaknál indul el, tehát a családi házban nem indul el. Minden egyes lakásban egy ilyen gyűjtőedény kerül kiosztásra. Rá van írva, hogy mit lehet beletenni, rá van írva, hogy mit nem lehet beletenni. És egy kültéri 120 literes barna színű gyűjtőedényt adnak még hozzá. Holnap elkezdődik a dr. Kovács Sebestyén Gyula utcai fasor megújítása. Az összes fát előzetesen alaposan megvizsgálták a szakemberek. Most az elszáradt és balesetveszélyes ágakat levágják, és az egészségügyi meccéseket is elvégzik, amivel a növények élettartama is megnő. A mentetetlen fákat eltávolítják, és a helyükre, amint lehet, újakat ültetnek. A munkálatok várhatóan jövő szerdáig tartanak majd. Erre az időre az utca mindkét irányból is le lesz zárva, a gyalogosoktól is fokozott óvatosságot kér a kaposvári városüzemeltetés. A felzárkóztatás és a család volt a fő témája annak a szakmai konferenciának, melyet a Napkerék Egyesület szervezett meg a napokban. A rendezvényre minden évben más és más előadókat hívnak meg a házigazdák. Ezzel a műsorral köszöntötték az egybegyülteket a Napkerék Egyesület hagyományos szakmai konferenciáján. A rendezvény lényege, hogy a meghívott előadók bemutassák helyi és országos szinten is a felzárkóztató és a tehetségfejlesztő jó gyakorlatokat. Olyanokat, amelyek évek óta segítik az adott társadalmi csoportok fejlődését. A fórum a nagy családügyekért felelős helyettes államtitkár is részt vett. Akkor, amikor a kormányzásban bármiféle irányokról gondolkodunk, a legfőbb célkitűzés nyilvánvalóan az, hogy a nemzetnek hogyan lehet fennmaradni a mostani zivataros időkben, amikor a demográfiai helyzet egész Európában olyan, mint most kint az időjárás télies. Nincs olyan ország ma Európában, amelyik fenntartaná saját magát, ahol annyi gyermek születne, mint ahány az önfenntartáshoz szükséges. A rendezvényen a Fiatal Családosok Klubjának kaposvári elnöke a többi között a szülők felelősségéről beszélt. Ilyen hagyományos modell, a családmodell és a házasságkötés. Fontos, hogy a hagyományainkat megőrizzük. Fontos, hogy a gyermekeink családban neveljenek. Mind a két szülőre szükség van, ugyanúgy, mint az anyára és ugyanúgy, mint az apára. Fontos, hogy a közösségek segítsenek ebben. A mai rohanó világban egyre inkább a szülők is és az átlagemberek is rohannak. Nincsen idő a családokban a megtartó erő kifejezésére, holott ez kap a legnagyobb hangsúlyt.
Az eseménynek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza adott otthont. Nem véletlenül, hiszen az intézmény is sokat tesz a felzárkóztatásért és a tehetséggondozásért. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy már több mint 15 éve indítottuk el azt a programunkat, ahol a munkatársaink segítik a felzárkóztatásban az erre rászoruló kisdiákokat és hallgatókat. Az elkötelezettségünk abban is megmutatkozik, hogy a Napkerék Egyesületnek 2018 óta a Kaposvári Kampusz belvárosi épülete ad helyszínt a tanulának, ami azt gondolom, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 5 évben. A konferenciát szervező Napkerék Egyesület egész évben azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson a hátrányos helyzetűeknek. Azon vagyunk, hogy a gyerekeket, aki itt van nálunk, azokra próbáljunk valami segítséget nyújtani, és ezáltal a szülőknek is próbálunk valami lehetőséget adni arra, hogy a gyerekeknek hogyan tudnánk fejleszteni azt a tudását, amire éppenséggel nagyon tehetséges és jó fizikai kondíciókkal rendelkezik, és szellemi kondícióval. A szervezet hangya tanodája is maximális létszámmal működik jelenleg. Ott összesen 50 gyerekkel foglalkoznak rendszeresen. 16 csoport közel 200 tagja lépett színpadra az idei Somogy vármegyei Florkor találkozón és néptánc antológián. Ennek a nagyszabású gálaműsornak már egynegyed évszázadra visszanyúló hagyománya van Kaposváron. És a házigazda Somogy tánc együttes. A fellépők bemutatásával kezdődött szombaton délután a Somogy vármegyei folklór találkozó és néptánc antológia. Ezen a nagymúltú gálán idén 16 csoport közel 200 tagja lépett az Együd Árpád Kulturális Központ színpadára. Ezen a jeles napon mutatkoznak be Somogy vármegye népművészeti együttesei. Azért bátorkodtam így fogalmazni, hogy népművészeti együttesei, hiszen itt a népzene, néptánc és a hagyományőrzés is a színpadon megjelenik. Tehát a megye legkiválóbb együttesei a nívós minőségben 2023-ban bemutatkozott csoportok mutatják be éppen aktuális vagy legsikeresebb darabjukat. A fellépők közt volt a Túri Endre vezette Somogy Tánc Együttes és az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola csoportja is. Ez egy antológia, ez a rendezvény amúgy egy gyűjteményt jelent, és az év sikeres alkotásainak, vagy a sikeres együttesek fellépésének a kis seregszemléje, hogy úgy mondjam. Megtisztelő nyilván, hogy mi ezen helyet kapunk, mi is, meg az Együd Művészeti Iskola is. A gála záró produkcióját a tavaly 60 esztendős Balaton Tánc Együttes jegyezte. A jubileumot egy két nagyszabású jubileumi táncszínházi előadással ünnepeltük, ami a Balaton Tánc Együttes 60 éves történetét dolgozta fel egy kétfélidős műsorba. Ezt kétszer mutattuk be Siófokon a Kálmán Imre Művelődési Központba. Hát olyan emblematikus koreográfusokat tudtunk megidézni, mint például Szabó Zsolt, ha a megyéből kéne említenem, vagy Orsovszki István. A seregszemle zenei felelőse ezúttal is a Somogy zenekar volt, akik aztán a nap zárásaként a Titi Táncházban is muzsikáltak. Egészen kiváló teljesítmény nyújtanak idén az U16-os kaposvári hokisok. A kasi korosztályos jégkorong csapata győzelmet győzelemre halmozva vezeti a tabellát, nem sokára jövünk a részletekkel. Horváth Péter József restaurátor kapta idén a Prómúzeumdíjat. A Riprónai Múzeum által alapított elismerést a Magyar Kultúra Napján adták át a ma már 38 éve ott dolgozó szakembernek. Horváth Péter több ezer lelettel foglalkozott már pályafutása során, és számos felbecsülhetetlen értékű darab fordult meg a kezei között. Gyakorlatilag ugye minden ezek ásatárból kerülnek elő. Az a baj, hogy most nem tudjuk bemutatni azt, hogy néz ez ki, amikor előkerülnek. Tehát zöld korrózió termék borítja, mindenféle földes szennyeződés, tehát ezektől kell nekem ezeket megtisztítani gyakorlatilag. Erre aztán vannak különféle módszerek.
Mutatja a Kaposvár elmúlt 150 évét bemutató tárlat egyik vitrinjében a felújított leleteket Horváth Péter József. A restaurátor 38 éve dolgozik a múzeumnál, egy újsághirdetésre jelentkezett. Kezei között több ezer értékes és ritka tárgy fordult meg. Minden tárgy más és más, tehát minden tárgyal máshogy kell foglalkozni, és ez gyakorlatilag nem unalmas. Tehát kitalálni azt, hogy mi lehet az, hogyan tudom a legjobban, a legszebben megcsinálni azt, hogy a közönségnek is megfeleljen, és a szakmai elvárásoknak is megfeleljen a munka. A Ripronai Múzeum által alapított Pro Múzeum díjat az intézmény munkatársai szavazással ítélik oda. Az elismerést a Magyar Kultúra Napján adták át. Én azt hiszem, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmával egy kicsit tekintsünk haza is, hiszen ez a nap nem csak arról szól, hogy mi terjesztjük a kultúrát, hanem a saját megbecsülésünk is fontos, és én úgy érzem, hogy ennek a díjnak az értéke a múzeumi dolgozók között egyre magasabb, nem beszélve arról, hogy egy kis anyagi támogatás is jár a díjjal. A díjat idén már 5. alkalommal adták át. Kapta már olyan munkatárs is, aki a múzeum kiszolgáló egységében dolgozik. Zenés, verses műsorral emlékeztek meg tegnap a Magyar Kultúra Napjáról Kaposváron a Civilek Házában. A Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társaságának és a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének közös rendezvényén az évfordulós költők kerültek középpontba. Az eseményen egy kiállítás is megnyílt régi tárgyakból, amelyek mind az egykori falusi életet mutatták be. Maszkot és apró ajándékokat készíthettek, valamint falsangi plakátot is rajzolhattak a gyerekek a hétvégén az Együd Árpád Kulturális Központban. A város télűző mulatságára készülődő foglalkozást a Fiatal Családosok Klubja szervezte. A lufi hajtogatással is megismerkedtek azok, akik a hétvégén ellátogattak az Együd Árpád Kulturális Központba. A Fiatal Családosok Klubja által szervezett a farsangi ráhangolódás segítő foglalkozásra kicsik és nagyok egyaránt érkeztek. Végre február 3-án, 4-én egy-két napos program keretében megrendeződik a farsang újra, és egész január már a farsangra hangolódik, egész januárban Kaposváron programokkal várjuk a családokat, a gyerekeket, hogy hangolódjanak a farsangra, előzzük a telet már januártól. A családok az elkészült ajándékokat, maszkokat a foglalkozás végén haza is vihették. Jöttünk és rattannal fogunk itten dolgozni, és már itt a láthatóan több terméken túl vagyunk. Szívecskét, csillagot, karikát, karkötőt, aztán hoztam amerikai piros füzet, és itt van a hátunk mögött, abból pedig zarzó technikával gyümölcsös kosarat készítünk, felnőttekkel, gyerekekkel, és hát mindenki haza is viheti ezt a magától készített terméket. Kisfiammal jöttünk erre a lehetőségre, erre a programra, most pedig egy ilyen csillagot készítek. A gyerekek a múzeum gyűjteményéből jelmezekbe is bújhattak, és többféle népi játékot is kipróbálhattak. A célba dobás, és az azért, mert mindig én nyerek. Legközelebb január 26-án pénteken lesz hasonló farsangváró kézműves foglalkozás a Takácsa könyvtárban. A programot akkor egy bohóc műsor is színesíti majd. A hétvégén összesen 22 műszaki mentésnél és 5 tűzesetnél volt szükség a somogyi lánglovagok segítségére. Várda határában letért az útról és a szántóföldre csapódott egy autó. A jármű sofőrje nem sérült meg a balesetben. Az M7-es autópálya siófoki szakaszán összeütközött egy kis terautó és egy személyautó. A két járműben összesen 3-an utaztak, 2 ember sérült meg a karambolban. Karádon kigyulladt egy személygépkocsi motor és utastere. A helyi és a balatonboglári egységek folytották el a lángokat. Egy jákói családi ház kazánházában is tűz ütött ki, amit a tulajdonos eloltott, a katasztrófavédelem munkatársai pedig visszahűtötték a még izzó részeket. Végezetül sport. Kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel vezeti az U16-os korosztályos B csoportjának tabelláját a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong csapata. A kasi hokisainak veretlenségi szériája régóta tart már. Ez talán annak is betudható, hogy a tavalyi 3x3-as bajnoki címet szerző gárda adja az együttes gerincét.
Fölényes győzelmet ünnepelhetett a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U16-os jégkorong csapata. A kasi tehetségei a B-csoportos pontvadászat küzdelmei során akkor a szombathelyi pingvineket fogadták. A mai meccs kicsit döcögősen indult, de azért sikerült hozni a saját formát, játszani a végére. Igazából ez a korosztály, ez most eléggé jó szinten játszik. A B csoportnak a tetején vagyunk jelenleg, első helyen állunk a csoportban. A legnagyobb kihívásunk az a létszámunk, tehát nagyon rövid a padunk, de eddig még ez nem okozott nagyobb nehézséget. A kasi végül 12-4-es győzelmet aratott a vasi csapat felett. A hazaiak válogatott hálóőre Csordás Csenge azt mondta, ez a siker a negyedik téli ifjúsági olimpiai játékokra is nagy erőt ad neki. Szerintem egy nagyon jó meccset játszottunk, régen nyertünk már ekkora gólkülönbséggel, és nagyon nagy löketet fog adni a kiutazáskor, hogy az utolsó meccsem az ilyen jól sikerült, és tényleg szerintem mint a védekezésben, mint a támadásban nagyon jól remekeltünk ma. Jó formájukat a következő fordulóra is megőrizték a kaposvári hokisok, és az érdi jégcsarnokban is győzni tudtak. Ott a kárpáti farkasokat verte 4-3-ra a somogyi alakulat. A napi tréningek mellett ezen a héten újabb két edzőmeccs vár a kaposvári Rákóczi FC NB3-os labdarúgóira ezen a héten. Holnap 15 óra 30 perces kezdettel a Tolna vármegyei összevont első és másodosztályban érdekelt, és ott a harmadik helyen álló Dombóvári FC gárdáját fogadja a csapat a Cseri úti sportcentrumban. Ezt követően egy idegenbeli találkozó vár Székely Tibor tanítványaira. A somogyi zöldfehérek ugyanis szombaton az NB2-es tiszakécskei LC vendégei lesznek. Főbb híreink még egyszer röviden. Somogyi néptáncosok váltották egymást az Agora színpadán szombaton délután. A nagymúltú gálaműsoron 16 csoport lépett fel. A Riprónai Múzeum restaurátora kapta idén az intézmény Promúzeó díját. Horváth Péter majdnem 40 éve foglalkozik leletmentéssel. Hetek óta a közelgő Falsangra készül Kaposvár. A hétvégén az Együd Árpád Kulturális Központban szerveztek télűző kézműves foglalkozást. Minősített könyvtárcímet nyert a Takácsla könyvtár. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 19:30 új adással jelentkezik 6 szemköz című műsorunk. Stúdiónk vendége ezúttal a Honvéd vezérkar egykori főnöke, dr. Ruszin Szendi Romulus altábornagy lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos pont után már is jön az időjárás jelentés. Nyugati áramlással eltérő nedvességtartalmú, egyre enyhébb levegő érkezik fölénk. Így holnap a változóan időnként erősen felhőség mellett napos időszakok is lehetnek. Szorványosan zápor is előfordulhat. A hajnali órákra 0 fok közelébe hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 8-10 fok körül alakulnak. Csütörtökön is a borús és a napos időszakok váltják majd egymást. Egy-egy futó zápor bárhol kialakulhat. Az északnyugati szél erős, néhol viharos lesz. Kora reggel 1-3 fokot, délután 8-10 fokot mérhetünk. Most úgy tűnik, hogy ez az átlagosnál melegebb idő a jövő hét elejéig biztosan kitart. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft., a Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.